Kitaláltam egy ilyet, hogy minden nap egy kislány választ egy fiút, és ők most vőlegény és menyasszony. Sokára vőlegény, gyönyörű az arra! Tal a többiek együtt énekelve átmegyünk a ebédre, és úgy tulajdonképpen ezáltal a város is odafigyel, hogy mi történik itt. 3 deci nohabor, a vőlegény nagylator! Egy kis példaadás is, ugyanakkor meg egy szerepjátszás, amiben mégis mindenki megkapja a feladatát. Ennek a szép ablajának... Halljuk szót! Halljuk szót, uraim, hölgyeim! Nagy munkát végeztünk a mai napon, s úgy gondolom, hogy mindnyájunknak jó kedve vagyon. Kétszer elmeszív útját egyengedtük, s Isten látja lehetünk, hogy mind jó szívvel tettük. Ne álljunk hát tovább idegint a szánkat tátva! Gyerünk be, s kocincsunk az ifjú párra! Ifjú pár elől, húzd rá! Egy szép barna kisjány van a szomszédjába. Nem megyen autó, Laci bácsi, nem jött be reggelt újra. A csapvíztő? A csapvíztő. Nem indítsa meg a nautát. Kedveseim, a következőt akarnám elmondani. Ne úgy üljünk már az ebédhez, mintha valami menzára jöttünk volna, hanem tiszteljük meg a helyet is, meg az étket is. Ki asztalt teríthez az égi madárnak, teríts asztalt, teríts szegénynek árvának. Nyújts ki, atyám, nyújts ki jóságos kezedet, adj az árvának is jóságos kenyeret. Ételben, italban legyen mindig részünk, megtanítottam velük a székely asztali áldást, hogy mind az ételnek, mind pedig annak a környezetnek adjuk meg a tiszteletét, és így próbáljuk meg, hogy közös emlékekkel, minél több közös emléket gyűjtsünk össze azért, hogy legyen mire emlékezni. És ez egyszerűen csak óhatatlanul közösségé formálja ezeket az embereket. Nádudvaron vagyunk, a kézműves szakiskola bejárati kapuja előtt. Az iskola 20 éve működik, és a 20 év alatt tulajdonképpen arra vállaltunk felelősséget, kihalóban lévő mesterségeket tanítsunk meg a fiatalsággal, és mentsük át a jövőre számára. Ebbe az iskolába és ebbe a hagyomány átörökítő dologba én mindenképpen a lelki dolgokat tartottam az első rangúnak. Az, hogy az ide beiratkozó gyermek az tudja, hogy egyáltalán miért született a Kárpát-medencébe. Ha ide születek, akkor mi a kötelessége? És ha mindezzel rendben van, akkor majd utána kezdje el az anyaggal való küzdelmet. Ez egy alföldi gyalogkapu, amely inkább kunkapunak is nevezhető. A díszítménye azok nagyon visszafogottak, és úgynevezett céldíszítéssel vannak díszítve. Itt az oszlopokon látunk egy úgynevezett vízfolyásos mintát, amely az élet folytonosságát szimbolizálja. Ezzel van keretezve az oszlopnak az alsó része. A felső részén középen megtaláljuk a forgó rozettát, amely a napnak a szimbóluma, és a legfelül pedig meglátjuk a sárkányokat. Ezt alatta úgy hívják, hogy koporsótető, és a koporsótető fölött lévő állatok, amelyek kígyók, ezek tulajdonképpen a jó és a rossznak a megszűrését képviselik, vagyis aki itt belépsz, az hagy fel minden olyan gonoszsággal, amely a bentiek számára kárt okozhatna. Maga a táblaképen, tehát maga a nyíló kapun egy életfa van, amely egy kiteljesedő nap felé nő, és így által ezáltal lesz egy napkapu. Itt, ha azt nézzük, a cilindernél egy 160 éves
zár van rászerelve, amint látjuk, teljesen antropomorf, tehát egy baba formájú cilinder, amelyiknek a záró szerkezete pont a nemi szervének a pontjában van, tehát ott nyílik ki maga a zár. És ezáltal tulajdonképpen kinyitom a kaput, és kitárul előttünk az a kis szakiskola, ami már 20 éve működik. Ez itt a szín, amely az iskola legnagyobb közösségi tere, ahol végül is a közös ünnepségek, illetve táncházak, közös összejövetelek ebben a kis színben helyezkednek el. A többi részén pedig a kisebb műhelyek, tehát olyan osztálytermek vannak benne, ahol maga az oktatás történik, illetve azok a műhelyek, amelyek hát ezeket a szakokat felvállalják és oktatják. A neves sátor az 14 évvel ezelőtt készült. Kirgiziából jött egy ember, akinek a segítségével megcsináltuk ezt a sátrat, és a rajta lévő nemezt, az pedig a Hortobágyon ló után vontatott hengeren tömörítettük, és amikor így kész volt ez a sátor, akkor azt mondtam, hogy a kollégáimnak, hogy most éppen vizsga következik, és legyen a vizsga munka mindenkinek az, hogy lakjuk be ezt a teret, és ezáltal a bútorait is megcsináltuk, a fazekasok az edényeket csinálták hozzá, a bőrösök megint a hozzávaló dolgokat, és tulajdonképpen minden mesterség hozzátette a maga, a nemezesek, a szövők óriási munkákat csináltak ahhoz, hogy ez a sátor jelenleg minden ilyen bemutatkozásunk alkalmával az iskolát képviseli. Most pedig nézzük meg a műhelyeket, tábor lakói hogyan tanulják a mesterségeket. Most egy fokosnak a készítését fogjuk folytatni. Ez a fiatal ember arra szánta magát, hogy készít egy fokost. Úgyhogy a fokos már tulajdonképpen egy lyukasztott állapotban van a köpű. Az egyik végén egy bakonyi fokosszerűen lehegyezett rész lesz, itt a másik végén pedig egy ütőfeleletet fogunk kialakítani, egy toporszerű fokos lesz. Következik majd a melegítés után a válazás. Megmelegedett a munkadarab, most kihozzuk az ülőre, és egy nyakazás fog történni, le fogjuk válazni két oldalról, és onnan fogjuk méretre szabni, utána lesz egy zömítés rész. Na, azt mondja, hogy hát. De lehet, hogy jó lenne megmutatni az elképzelést is majd, amit rajzoltál. Mivel ez egy szakaszos folyamat, tehát többször meg fogjuk melegíteni. Itt az elképzelés, amit szeretne ez a fiatalember megvalósítani. Tehát ezt szeretnénk végterméként produkálni. Felesleget eltávolítjuk. Jó. Újra megmelegítjük. Ezt a zömített felületet a satúba fogjuk egy kicsit megzömíteni. Jó. Jön! Szaríts meg! Állj meg! Oké, most. Szaríts meg! Jó. Oké. Kicsit. Hagyd menjen. Még ezt eljátsszuk vele egyszer. Jó.
kisebbet. Egy-egy kovács munkánál van olyan, amikor 80-90-szer meg kell melegíteni egymás után, mire elkészül az a munkadarab. Mivel szakaszos kovácsolásról van szó, tehát több melegítés kell. Ja. Hát nézzünk egy rajzot, meg egy összehasonlítást, hogy most hol járunk. Igen. Tehát akkor most már kezd kialakulni a fejrész. Itt tulajdonképpen egy varázslat történik. Majdnem azt mondanám, hogy ez egy sámánisztikus dolog, hogy átlényegül ebbe a dologba, és ha lelkileg átlényegül valaki, akkor már mindjárt, hogy mondjam, az anyag is egészen máshogy mozog a kezébe. Bármiféle anyagot munkál meg. Ebben a műhelyben a sásfonás különböző műveleteit mutatjuk be. Kisebb, nagyobb méretű székek készülnek, valamint a dikófonását próbáljuk meg egy ilyen baba méretű kis dikón, valamint lesz majd egy asztalunk még, amit megpróbálom közösen befonni. Nem egyszerű dolog, a tanulók éppen tapasztalják, hogy a kezet is igénybe veszi meg a türelmet, tehát a folyamatos monoton sodrás, de nagy kitartással bírnak, és ügyesen alakul a kezük alatt a székek ülőlapja. Jelenleg is például határon túlról is fogadtunk táborlakókat, akik Gömörből, Érmihályfalváról, Érmellékről, tehát a Párciumból, illetve Csík megyéből, majd Fótról, Békés Csabáról is a nádudvari diákokból tevődik össze a tábor lakói. És itt megint az a lényege, amit a Művészeti Akadémia megalakulásával vállalt, hogy a határon túlra is terjesszük ki a művészetek felkarolásának az értékrendjének a megteremtését. Ezzel a lukkal másik oldalon megegyezőnek kell lenni. Tehát a távolságok azok nagyjából ugyanakkorák legyenek, tehát mindegyiknek legyen egy párja, mert a fűzés ez hurkolódni fog. Ez a felét majd akkor, amikor odáig eljutunk, most idáig kéne kiszúrni. Bőrös műhelyben vagyunk. Itt a népi bőrtárgykészítést, illetve a bőrművességet tanulják a diákok. Egy mintadarabot, egy volt tanítványnak a tárgyát hoztuk be mintadarabnak, ami alapján készítik a tábor lakói, illetve azok, akik ezt a szakmát választották, majd azt a kis tárgyat, amit a kiállításon, illetve haza is vihetnek. Ez nem más ez a tárgy, mint egy egyszerű záródású, tehát egy ráncolt záródású kis erszény vagy szütyő, amely síklapokból dolgozik, és utána íves összehúzások, él összehúzásokkal kap egy térbeli formát. Ebben a műhelyben nemeszkészítés folyik, gyapjúból dolgoznak a
résztvevők. Most éppen egy nemes sálat készítenek a hátsó asztalnál, valamennyien sejem betétes, sejem mintással. Ennek 5-6 ezer éves múltja van, tehát nem egy új dolog, és ezt próbáljuk úgy földolgozni és elkészíteni ezeket a sálakat, hogy a mai napjainkban, 21. században is jól használható legyen. Mellettem pedig egy nemes takaró készül, ami egy közép-ázsiai karakül jónak a japjából nemes takaró és közép-ázsiai mintákkal. Gyöngyfüzéssel foglalkozunk ebben a műhelyben. A magyar népművészetben az ékszerek nagyon ritkák, egész más eszközökkel díszítik a viseleteket, de néhány nagyon szép, nagyon míves gyöngyékszer azért előfordul. Ezeket gyűjtötte össze egy sárközi gyöngyfűző népművész, Olá Márta. Ez a füzet, amelyben megjelentek az ő általa fűzött és kiválasztott épi gyöngyékszerek, amelyek közül bármelyiket ki tudják választani és megcsinálni a kislányok. Az egyik kislány például a csiperkét választotta. Szolgálni szeretnék, nem tündökölni, és Kosztolányi szavai jutnak ilyenkor eszembe, aki egy nagyon nagy gondolkodó író volt. Azt a nyelvet és kultúrát, amelyet őseink egy kis időre ránk hagytak, maradéktalanul át kell adni utódainknak, ez a küldetésünk. A fejet lehajtani, de a szíved föl, kedves barátaim!